Na halihó, ez itt a Mario. Csalógeci, 34, mondtátok 1080-60 FPS, hát megnézzük, hogy milyen lesz fel. Úgy veszem fel, hogy jó lesz-e vagy sem, majd írjátok meg kommentben, megvan a lehetőség like-ra, megosztásra. És nem teszem be, hát reméljük, hogy hang is lesz, és nem kell utólag megint felvenni a hangot. Nézzük, csalója vagy sem, látjátok, Sheriff lett. Ez ilyen helyzetjelentés, a Valencia 1 bar 0-4. Yes, 1-0, és most nézzük, csale. A gyanúsítottunk. Bemelegítés, hát ez egy nagyon fontos tényezője, ami Overwatchunknak, az a bemelegítés, ezt gyorsan végig is görgetjük. Na. Innen indulunk, innentől van értelme. X-ray van, oké, és vett két flash-t. Á, meg ezek nem lehet olyan hülye szint, hogyha így vásárolgattak. Opa. Jön a tűz, Morel, vigyázz! Gyerünk! Na, egy! Azaz, számoljunk, kettő, na, nincs kettő, na, legyen már kettő. Na, legyen már kettő, atya úristen, nincsen kettő. Elhalálozott. Ó, városi veszély van, százszor szépnél, micsoda a skin, 5-7. Na, erigyetek tovább. Nem már, hogy... trollkodni fogtok. Ne legyetek illúzió rombolók, fogjunk egy csalót. Aha, másik csapatnál mi van? Meg 10, lefészelt csövű, egy desert, egy SSG és egy AK-47-es. Karabély, gépkarabély. Na. Na most indultak el, százszor szép, még mindig. Ez mint egy izének, ilyen versenylónak a neve a százszor szép. Hát már pedig ezt leti griffingelésért. Nem, elindult. Mondjuk a falon ritkán megy át az USB, de meg lehet próbálni. Lehet, hogy bekapcsolt valamit, eddig erre várt, ezért volt. Kíváncsi vagyok, hogy falon le fogja követni minden ellenséget. Na jó, nem, azt hittem. Hát de nagyon-nagyon mindenkire oda tart majd, nézzük csak meg. Nagyon kíváncsi ezek a következő körökkel, mert ugye most nagyon sokat aftolt és volt lehetőségem bekapcsolni. A VH-t, hát mindjárt megnézzük, hogy VH-zik-e. Az már vásárlás, 2-5-7, hát ez nem magasabb szint akkor mégsem, mert ilyet nem csinálnak. Ez mit csinált? Rávette Kevlar nélkül az M4-et. Atya úristen. Te jó isten. A szórótól azt a smoke-ot fordulj meg, hogy hova sikerült annak mennie? Hát nem tudjuk, mert több mint valószínűleg egy jó helyre ment. Oda ment ahová szánta. Na ezt hozd le Kevlar nélkül, öcsém. Elé fog lőni vajon? Nyilván tudja, hogy jönnek onnan. Megégszünk. Úristen, drága kenyér, szerintem ezt csak bereportolták simán azért, mert balfasz. Úgy voltak vele, hogy nem tudom, vacot kap balfasságért, vagy nem tudom. Lenne olyan vac, hogy balfasz vac. Milyen kemény lenne. Miért bacoltak ki? Ah, mert balfasz voltam egy MM-be, jaj, értem. Na. Desert Elgléval. Ó, oh, de legalább tudnád fejbe lőni, azaz. Simán bekapcsolta a VH-t, de attól függetlenül, ha nem tud lőni, nem tudja használni normálisan. Meg akkor arra felé mozogna, több mint valószínű. De nézzük, hogy falon keresztül hová tart. Sehová. Na nézzük az 1v1-es, hogy oldja meg. Az a szonár miért nem éve a hosszún? Amúgy miért jön arra, ahol utoljára látta? Milyen szint ez? Húha. Tudjuk be ezt még laknak. Ezeket még tudjuk be laknak.
De szerintem megkapta a reportot ezért a fejesért, úgy voltak vele, mert szerintem amilyen szinten játszik ő, ez szerintem nem valami magas szint. És hát nagyon könnyen reportolnak. Úgyhogy... Az nagyon fontos volt az a gránát. Nem tudom, rövidet, kijebb toltad a lépcsőt azzal a gránáttal. Hoppá! Hirtelen hogy átforgott hosszúra? Nézzük csak! Úgy van vele, megvárja, hogy feltolják, és majd a plenta is előtte ellövi őket. Hopp! Ajajaj, ez így már egy rizesebb lesz, mondjuk 3v4, ez még nem annyira nagy vészesség. Jó volt ezt hallani. Mi a fasz? Szerintem ez V-házik. Én értem, hogy hallani lehet, de nincs az a reflex, amivel pont így eltalálod ilyen pontosan, hogy mikor érkezik oda. Ez V-házik, több mint valószínű. Tehát... De a Matti reflex gyanús volt, hát gondoljatok bele, nincs az a reflex, hogy nem ér ki a feje az embernek, de már fejbe lövöd. Az egy dolog, hogy hallod, de ennyire, ilyen egy, így ennyire előrelőni pontosan abban a pillanatban, hogy odaért nem lehet. Ez fizikai lehetetlenség. Ha még úgy csinálta volna, hogy így, tudod, prefire-be kimegy rá, de úgy, hogy pontosan akkor lövj el, amikor pontosan odaért, tehát nem volt egy, tehát nem volt egy tized másodperc se, ahogy odaért, hogy odaér bam, hanem hogy ki se ért, szinte már tudta, hogy lőni kell. Ilyen pontosan is. Én értem, hogy hallottad, de ilyen pontosan nem, nincs ez a pontoság akkor sem. Szerintem használja a VH-t, csak nem gyanúsan. Látod? Látod? Na figyeld meg. Szerintem VH-zik. Jó, a lőni nem tud, de VH-zik. Ez nem, ilyen nincsen. Tehát most ezt sok lehet, hogy hallotta, meg nem hallotta. Én is hallottam, hogy jön. De akkor is így nem tudsz, ilyen szerintem, vagy ekkora már kellett volna, hogy így elélőtt. És pont akkor ért oda, ennyire pontosan. Ilyen emberi reflex nem létezik, az biztos. Hát gondoljatok bele, szerintem még csak a sisakjának a shieldje ért ki, bazd meg. Amikor fejbe lőtte. Az ember még ki se ért teljesen. Gyakorlatilag az orra ért ki a csávónak. Most a földet mit nézel rajta? El akarod lőni a téglát? Ez hülye! Nézem, mit csinál. Ez hülye. Jó, hát a VH-6-ban az meg a Novában nem fogja előni. Most mit csinál? Hú, hát ez nagyon jó taktikai smoke volt, he. Csak mit akarsz vele csinálni? Ja, ezt értem. Össze-vissza dobál mindent. Na nézzük, mit csinál. Mert ez tudja a hosszút, igen? Visszaforog onnan, ahonnan jött az info. Ah, hát ez nem. Ilyen szépen pontosan, milliméterre pontosan tudja, hogy hol tartson rá az emberre. Mondjuk van ilyen, nyilván megesett az ilyen. Csak nem ilyen balfasz embernél, mint ez egyébként. Hogy amúgy nem szokott hírt, nem lő semmit. Utána meg amikor lő, akkor mindig csak nagyokat lő. Tehát nem létezik. 83% fejes ilyen balfasznak, érted? Figyeld, most is van kitartani, oda fog kitartani, ahova kell. Látod? Hogy tudta? Ezt én behúzom a VH-t neki. Kövezzetek meg, mondjátok meg neki, hogy mondjátok meg neki. Na most lehetett radar is ez egyéb, érted? De mondta, írjátok meg nyugodtan, hogy szerintetek csalta vagy sem. Én szerintem csalt. Kommentben van lehetőség megvétózni a döntésemet. Nyilván változtatni nem tudunk rajta. Na halihó, ez lett volna a Mario és a csaló geci. Sziasztok!